Kopasz Ildikó, a Hófehérke óvoda igazgatója a községben megvalósult óvodai távoktatásról számolt be. Elmondta, az óvónők az általuk létrehozott kommunikációs csoportokban tartják a szülőkkel a kapcsolatot napi szinten. Minden héten az óvónéni fölteszi erre, ebbe a csoportba, hogy mi az a téma, amivel foglalkoznának. Legyen lévén ez mese, játék, matematikai foglalkozás, főleg most kihangsúlyoznám az iskola előkészítő csoportokat, de a kisebbeknek is játékötleteket. Szerencsére nagyon sok játékötlet van, amit az óvónénik megosztanak a szülőkkel. Amíg az óvónők tanácsokkal segítik a szülőket, addig az önkormányzat anyagi téren igyekszik megkönnyíteni a kialakult helyzetet. Egy önkormányzatunk egy olyan döntést hozott, hogy a rendkívüli helyzetek ideje alatt, mivel nem fognak fizetni a szülők, tehát ingyenes az óvodai, tehát az óvoda nem fizettetjük meg a szülőkkel, hiszen a gyermekek nem is járnak az óvodákba, nincsenek, tehát nem szükséges ennek a költségeknek a befizetése. A Zentai Hófehérke óvodához 6 városi és 4 falusi épület tartozik. Az óvodai oktatás jelenleg több mint 700 óvodást érint a községben.